Alexander Klee az Osztrák-Magyar Monarchia kulturális tér Európában című előadása előtt szeretnék néhány szóval róla is beszélni. 2010 óta ő a Bécsi Belvedere kurátora. 19. század, 20. század fordulójának művészete a szakterülete. Számos írása jelent meg Hölzerről, Emil Jakob Schindlerről, Georg Karl Pfarrerről és a klasszikus modernizmus művészetéről. A mostani előadás a 19. századi herbartianus alapokra helyezett oktatási modell sikeréről, a magasfokú rajz és geometria oktatás sikeréről, ennek következményeiről beszél. Egyik ilyen következmény volt a tavalyi év tavaszán nyarán a Belvederben a Monarchia Forma Művészete című kiállítás, ahol ezt nagyon erősen demonstrálta a Belvedere. A címével volt egy kis bajom, közel 30 magyar művész is szerepelt ezen a kiállításon, de a címben a cseh és osztrák művészek mellett mégis inkább Picasso talált valószínűleg marketing okokból helyre, vagy helyére. Szeretném átadni a szót. Yes. Thank you very much for the kind introduction. Köszönöm ezt a kedves bemutatást. That's right. The name was for marketing reasons. What I'm talking now about is not a point of time, not a begin, not an ending. It's about continuity in education. Education has a much longer time of getting important than any political system. I will show somehow how it will be. And it will show how culture volt, and how és bemutatom azt is, hogy a kultúra is, can build hogy hogyan a tud a kultúra space. És az oktatás so egy kulturális teret létrehozni. Art a művészettörténet arról szól, hogy összehasonlítjuk, leírjuk és analizáljuk azokat az analógiákat, amelyek az emberek és a művészet között van. Például Carl von Piloty a Müncheni Egyetemen példaképű szolgált, például Wagner Sándornak. Nem fogom jól ejteni a neveket, elnézést. Wagner Sándornak, Székely Bertalannak, Sándor Liszt-Meyer, Sándor Benczúr Gyula, Mukácsi Mihály számára, vagy pedig Hans Makart, vagy Jan Matejko számára. Sokban attól függött, hogy melyen akadémiára járt egy művész, és kivel barátkozott. Ez határozta meg legerősebben, hogy mit alkotott. A média is fontos szerepet játszott, meg a kiállítások is sokféleképpen megmutatták ezeket a kapcsolatokat, és mai szóval élve hálózati analízis elemzéssel lehet ki mutatni ezeket a kapcsolatokat. Például a 2015-ös belvederi kiállítás is erről szól. Tehát a művész barátságok arra alapultak, hogy közös értékeken osztoztak, például Schindler és Pál László közös témák érdekelték őket, például vegyük Albert Zimmermann a Bécsi Akadémián, és az ő tanítványai Pál László, Eugen Jettl és Emil Jakob Schindler alkottak egy ilyen baráti társaságot. To the recipient.
változhat generációként az is, hogy hogyan kommunikál a művész a közönségével. Általában ezek a változások egy dinamikus csoportnak a munkájában indulnak, mind a Barbizoni iskola, Szolnoki, vagy a Nagybányai iskolák. Az első aranykor ugye a 19. század második feléről szól, amikor a gazdasági, kulturális és egyéb változások, illetve a nemzeti identitás kérdései a felszínre kerültek. A tudásnak új sztenderdjeire volt szükség a modern társadalomban és a modern ipari társadalomban, és ehhez egy új professzionális oktatásra is szükséges volt. Ez az az alap, amelyre építve megpróbálom taglalni egy a művészetnek egy olyan területét, amelyet nem nagyon taglalnak a művészettörténészek. Amikor a monarchia megalakította a reál schule kategóriáját, ott a lényeg az volt, hogy az oktatás színvonalát minél magasabbra emeljék le. Thun Hohenstein gróf bevezette a műszaki rajz és a szabadkézi rajzolás igen magas szintű tanítását. Most talán ez egy kicsit furán hangzik, tekintve, hogy össze-vissza hát billegnek az oktatási sztenderdek manapság. Azonban ennek az új irányvonalnak nagyon komoly pedagógiai hatása volt. Az úgynevezett reformpedagógia, amelyet Pestalozzi alapjain folytattak, illetve a követői Friedrich Fröbel és Johann Friedrich Herbart által kidolgozott elvekre épült. Nos, ez arról szólt, hogy matematikai, geometriai módon kell megközelíteni a világot. Kösen Herbart esetében igaz ez, mert ő azt a geometriai gondolkozást sürgette, és ő úgy látta, hogy a kozmopolita oktatásnak ez lehet az alapja. 1850-ben jelentette ki, hogy kozmopolita edukációt akar létrehozni a matematika példáján, mert a matematika az nem francia, nem cseh, nem német, a matematika az kozmopolita tudomány. Nos, Kösen is the central importance, as he called the philosopher, is called the philosopher Herbartot egyébként a Dunai Monarchia filozófusának nevezték, szembeállítva Hegellel és Hegel idealizmusával. Nowadays Germany, former the German countries. His publications tehát Hegelt egyébként indexre tették a KUK időkben. In fact, Herbart's mathematical view tries to explain the matematika megpróbálja a koherens környezetet leírni és megmagyarázni. What's the reason to be a monarchy? We also can be the same. No, it only focuses on the standard what's now and it explains how the world's going on. There does meg not have tudja to magyarázni, hogy a világ miért olyan, amilyen, és ez alapján be tudja bizonyítani, hogy a monarchia politikai rendszerét nem szükséges megváltoztatni. In contrary, Herbart's mathematical view tries to explain the coherence of the environment. Egyben a környezet változásait is megpróbálja leírni a háromszög koherens értelmezésével, és ennek alapján megkövetelte, hogy vonalzó nélkül tudjanak különféle hétféle háromszöget rajzolni már az általános iskolában. De nem csak a reál schule alkalmazta ezt a módszert nagy sikerrel,
amely egyébként az egész monarchiában elterjedt ez a Real Schule rendszer az 1860-as években, hanem ez egy modellé vált a monarchia összes iskolatípusában. 73-ban az oktatási minisztérium az alábbiakat, az előbbieket kötelezővé tette: a Volksschule, Bürgerschule, Oberrealschule, Realgymnasium és a Fortbildungsanstalten típusú iskolában. Tehát ezekben mind ez a fajta geometrikus rajzolás kötelezővé vált. A tanárokat is kiképezték erre, három éves kurzust kellett végighallgatni, tehát a tanárok igen profi módon oktatták ezt a rajzot. Herbert befolyása már 1949-ben érezhető volt, ugyanis a Thun Hohenstein miniszter oktatási reformjában is nagy mértékben ő működött közre. Ezek a reformok a kiegyezés után is folytatódtak, most már Eötvös József szárnyai alatt. Eötvös József szárnyai alatt, és a kulminációs pont 71-ben volt, amikor a magyar király mintarajztanoda és rajztanár képezde létrejött, ami tulajdonképpen elődje a The Hungarian University of Fine Arts, akadémiának. Directed by Gustav Frigyes Keleti, Gustav Frigyes volt a feje ennek az akadémiának, és a bécsi iparművészeti főiskolát utánozta a szerkezete. Itt ennek a célja az volt, hogy rajztanárokat képezzenek ki három éves kurzusokon. Hasonlóképpen, megint csak a bécsi modell mintán, a herbarti teóriákra alapozták a kurrikulumot. Kármán Mór nevét említsük, aki a tanárképző főiskolán oktatott, miután a Tuis Conciller leipzigi lipcsei iskolájában tanult. Ő oktatás pedagógiai írásai nyomán Kármán a harvardianizmus képviselőjévé nőtte ki magát Magyarországon, biztosítva, hogy a Harvard eszmé ugyanúgy elterjedjenek Magyarországon, mint máshol. 72-től kezdve Kármán 25 éven át képezte a tanárokat, akkor olyan akadémikusok is kikerültek a keze alól, akik 1900 után a herbartianizmus képviselői lettek, és egyetemre is beszöremkedett ez a tanítás, és egészen lenyúlt az elemi iskolákba is. Tehát a monarchia egész területén, beleértve Magyarországon is, hasonló alapokra helyezték a rajztanítást. A rajzoktatás rendkívüli, nagyon alaposan kidolgozott pedagógiai alapokra épült, különösen ha a nemzetközi sztenderdekhez hasonlítjuk. Talán ez is magyarázható, hogy Münchenben nagyon sok festőiskolát alapítottak a monarchia festői, például Dachauban, akkor Hans von Hayek, vagy Adolf Hölzel, morvaországi alapító volt Hölzel, Frigyes barátja volt, magyar volt, bocsánat. Ezt is láthatjuk. Strobent nagyon közel volt az úgynevezett új dachaui csoporthoz. The school of Anton Asbe. Anton Asbe iskolája, szlovéniai egyébként, az is Münchenben székelt. Őről az ő iskoláját nevezték a legnagyobb és leghíresebb müncheni privát akadémia, amely túlélte őt egészen 1905-ig tartott ez.
Egy másik iskolát említenék, a feje Heinrich Knirr volt, ő egyébként Szerbiában Pancsevóban született, és Holosi Simon, azt rosszul írt a nevét, tehát Holosi Simon, aki 75-től 78-ig a budapesti modelliskolában, modellrajziskolában, és utána Münchenbe ment tanítani, a Müncheni Akadémia után egy nagyon sikeres iskolát alapított 86-ban. Sajnos nem találtam írásokat az ő tanítási módszereiről, de az osztrákoknak a sikere, nem kell csodálkoznunk ahhoz, annak figyelembe vételében, hogy milyen magas szintű rajztanítás folyt a monarchiában, amely utána az absztrakt művészetben is utat talált magának, ugye Alsbe és Hölzl nyomán. Éppen ezért a monarchia egy nagyon is konzisztens kurikulum alapján egy olyan festőiskolát hozott létre, amely az egész kulturális életet befolyásolta. Nézzük, ha ide nézzünk, ez nagyon hasonló, elnézést. If you look here, it is similar to Hungary. Magyarország hasonló példát mutatok itt. Ez egy bécsi iskolának a kurikuluma 1874-ből. Interesting for us érdekes itt, ugye a szabad kézi rajz itt szerepel, látják? In the end of the school, it's about 6 hours a week. Végén heti 6 órában tanították, és a nyelvoktatás csak 3 órában tanították. És nem csak szabad kézi rajz van, hanem műszaki rajz, vagy legalábbis mértani ábrázolást is tanítottak, igen, szép óraszámban. Ez egy német példa Hannoverben. Hard to read. It's Hannover, Cologne, Elberfeld, Brno. It's called here Austria. That's longer. So you see here downstairs on the az alján, next picture, következő kép alja. You see here Austria, Elberfeld, Köln, Hannover. Austria, you see in the end 29 hours in your whole school life. Freehand drawing. Szabad 7 kézi hours rajz. In Elberfeld, Germany, that's Prussia. 7 óra Cologne in Hannover, Oroszországban. Prussia. It's 12 per 7. Hours. That's 29. More than több, mint a kétszerese, mint Németországban. Linear, that's geometrical painting, tehát lineáris festés, 12 óra, Cologne, 4 óra csak, Hannoverben 6 óra. So see, látják a nagy különbséget, hogy milyen magas szinten és óraszámban tanították a rajzot. So you see, it doesn't end in the 1870s. Nincs is vége a 70-es években. Now I've chosen one for 1870, 1879, 90-ig and if you look here a táblázat, again and geometrical drawing, you have still all the way more than 20 hours in freehand and in geometrical drawing. It's more than 20 years, it's always 20, on the same level. Make sure that it has nagyjából been after van az óraszám, 1900 on the same level. Tehát so you have a totally ki, different way and a totally different qualification in the Danube monarchy in drawing than any other country in this time in the world. So, just to show what means freehand drawing, this is not geometrical drawing, this is freehand drawing. Every pupil has to make these triangles by freehand in a very different way, and it looks like getting an organic system. Here, but that's all freehand drawing. What they were taught in
this time or ez mind ebben az érában this is by how you can recognize this by Joseph Krandau, one of the main persons who make the curriculum. Ő, and this is the basis. All geometric forms they are learning. And the other central figure is Anton Anyel, a born Moravian working in Graz. You see, this is the basis people learn at school, all the people in the whole Danube monarchy in this time, and this is not working only geometrical painting, this is free hand drawing, so the pupils have to understand the world by putting parts together. If you put nowadays in a computer all these triangles together, you can build up any form you want, and it's some way the same system as it was taught in the whole Danube monarchy, even in Hungary, even in Moravia, even in Venice, also in the Italian countries in this time. Itáliai országokban vagy területeken is. Okay, and here you see, mi látható, if you now look at the so-called Czech Cubism, you understand why I put in one Picasso in this exhibition, because it's a different way of looking at things. It's different even to Picasso. Picasso meant something different. Picasso ugyan mást értett ez alatt, in another way, it bases on the same knowledge. Ugyanarra a tudás bázisra építettek. A metal called pyrit, and a model which was ezt used at all schools, and there is the by Papa Janák a leaded box, which he formed in the typical Czech cubistic style. Or you look here at the one I taught about Adolf Hölzl in Dachau. He's a born Moravian. That was similar what he taught in his schools, ahhoz, then afterwards in Stuttgart with Schlemmer and Baumeister, so these artists were not solitarily, so this is an exhibition in Czech, this is an exhibition in Vienna, and you nézzék see, mennyi hasonló kiállítás volt things by forms, and it's totally different to abstraction. If you go to Munich, to Kandinsky, he's making an abstraction from something. If you look here to the relief, to the Munich relief of Josef Hoffmann, or the paintings before of Kupfer, you see, they put things together, they build up forms. It does not include figurative painting. Figurative, does not mean they are grafika, abstract. They are building up forms. That was the reason why basically the exhibition should be called form art, because art is made in the ezért monarchy forma by forms. That's totally different. If you discuss now who invented the abstraction, tehát, now you know everybody, every pupil in the whole Danube monarchy does not wasn't interested in making abstraction. Ugye, nem azt tanították it in school, everybody arra tanították őket, hogy rajzoljanak absztrakt módon, hanem ilyen formákból kellett összeállítani a képeket. Recognize this, you see László Péri, built up in Berlin. They all, it's not, I don't want to say that that's the singular way ez az egyetlen mód, that they were influenced by it. There is, everybody who's knowledge in art knows there's also Russian constructivism inside. But they interpreted the art in their way. Andor Weininger, and you see all these figures by Oskar Schlemmer, pupil of Adolf Hölzl. Adolf Hölzl tanítványa volt. Triadisches Ballett. And here is it also with figurines made up in figures by cubic forms. Or here, kubista formákat also making with ezen forms a képen, és azt látjuk, a probléma kompozíció, nem pedig az abstrakció. And here you have also Gustav Klimt, that's Klimt much, much earlier, nézzük, about 1911, but it's a figure, it's not an abstraction, it's a figure built up by small, tiny little forms, triangles and squares. Négyszögekből és háromszögekből épül fel. And here you see Vilmos Huzsa. This is the example to show
és felhozom például, ő egy nem figuratív kompozíciót hoz létre, de figuratív kompozíciót is létre tud hozni mértani alakzatokból. Látjuk, like Mondrian, hogy Mondriani Mondrian színei no chance to get back to figurative hatottak rá, de Mondriannak nincs esélye, hogy figuratív művészethez visszatérhessen. If I want, I can evaluate all this until the 1960s. Az 1960-ig érzem ennek a hatását. The long durée, continuity jelen, of pedagogics. És a pedagógia kontinuitását is említeném. Please open your mind in Hungary, in akár Magyarországot nézzük, nyissák ki a szemüket, vagy Ausztriában, vagy Csehországban, még mindig azt látjuk, hogy ugyan úgy tekintünk a művészetre, és ez teljesen más, mint például Németországban, influenced by idealism, content is a very important a tartalom idealizmusa nyomja rá jegét az ottani művészetre, de a monarchia művészei számára ez nem sokat mond. The same is also for ugyanez vonatkozik a zenére. One of the founder of idealism Hegel, said, azt mondta, music a zene, without content is no music. A tartalom nélküli zene az nem zene, az nem valódi zene. Eduard Hanslick, very close friend of the main Herbertiana in Vienna, Robert Zimmermann, nagy barátja, symphonic azt mondja, music hogy is the music, a szimfonikus zene az igazi music, zene, mert az tiszta very, zene. Very és ez egy óriási különbség. Look nowadays, ha most megnézzük, ezeket extrapoláljuk, at least art is akkor azt mondjuk, hogy a művészet olyan, art mint you, a nyelv, mert kommunikál, beszél hozzánk. És mit csinált, mit kezdett a monarchia ezzel a homogenizált tanítási kurikulummal? Nos, azt, hogy egy olyan dolgot, kulturális teret épített fel, vagy Európában, amely még ma is világosan felismerhető, és ehhez a kulcs az oktatás, és különösen a rajzoktatás volt. Get more research, because with all this, I'm still in the beginning. Kutatást érdemelne ez a téma. Én nagyon átnéztem az írásokat, a statisztikákat a monarchián belül. Tehát köszönöm szépen a figyelmüket. Ennyi volt.